1990. december 14-én szavazta meg az ENSZ közgyűlése, hogy minden év október 1-je legyen az idősek nemzetközi napja. Először 1991-ben tartották meg az ünnepet világszerte. Bátaszéken is több éves hagyománya van már a rendezvénynek. Mi is készültünk egy kis aprósággal. Ugye az élethez nagyon sok mindenre szükség van. Azt szokták mondani, hogy nagyon sok dologban van úgynevezett boldogsághormon. Hát hoztunk most egy kis boldogsághormont édesség formájában és virág formájában, és a fiatal embereknek pedig egy kis folyékony nevű formájában, hogy fogyasszák egészséggel, és még egyszer hála és köszönet mindazért, amit értünk tettek. Öröm számunkra, hogy évek óta visszatérő módon lehetőségünk van a gondozási központ nappali ellátás intézmény keretén belül köszönteni azt a kis maroknyi idős bátaszékit, akik igénybe veszik a klubnak a szolgáltatását, és rajta keresztül természetesen minden szépkorú bátaszékit, hiszen van mit köszönnünk. Hiszen ennek a korosztálynak köszönhetjük azt, hogy ma bátaszék itt van. Ennek a korosztálynak is természetesen az előtte lévő korosztálynak, hiszen az ő munkájuk által érhetett el oda a település arra a fejlettségi szintre, ahol jelen pillanatban vagyunk. És hát természetesen az ő munkájuk kellett ahhoz, hogy családok boldogulni tudjanak, hogy az utána következő generációnak legyen lehetősége tovább lépni, fejlődni, egy kicsit többé és jobbá válni, mint az elődök. Ezt próbáljuk egy ilyen rendezvény alkalmával megköszönni, felhívva a figyelmet arra, hogy nem biztos, hogy egy pirosbetűs ünnepen kell csak köszönetet mondani ennek a korosztálynak, hanem az év 365 vagy 64 kicsit szürkébb napján is, hiszen nem is vétem el önmagamat, nekik köszönhetjük azt, hogy itt vagyunk, és hogy van jövőnk. Lássuk, van is állom, valami ízen nem találom, valaki tán állom, patta, kisegélke, vagy a hangya, nem szeretik ők a mézet, én ettem magam. Várják is az időseink ezt az ünnepséget, és úgy gondolom, nagy izgalommal is készülnek, és várják, hogy milyen meglepetésben lesz részük, és most az idei évben is nagy számban megjelentek itt nálunk. Az óvodából Tafnenné Fál Erika hozta el a kis óvodásait, és ők versekkel készültek, hát nagyon-nagyon kis ügyesek voltak, és köszönjük nekik. Ezen kívül az egyik klubtagunk, Cebeján Jánosné Margit néni, aki már több évtizede foglalkozik költészettel, ő saját verseket ír, és ő készült nekünk még három verset. Hát ez egy felemelő érzés, ilyenen részt venni, főleg szerepelni, annak, aki nincs hozzászokva a gyakori szerepléshez. Nagyon jól éreztem magam, örültem a népdalkörnek is, a verseknek is. Már nekünk az is öröm, hogy találkozunk naponta. Vagy hetente, mert én csak hetente egyszer jövök, akkor verseket olvasok föl, újat, régit, mikor, milyent, és nagyon jól érezzük magunkat. És ez olyan jó már hétfőn arra gondolni, hogy jön a csütörtök, és akkor a férjem elhoz, mert én nem nagyon tudok járni, és ő fog értem jönni, és szólok a telefonon, hogy jöhetsz, és így oldjuk meg, hogy nehéz ugyan járni, de ott vagyok, ahol szeretettel várnak, amit érzek, amit kimutatnak, bíztatnak, mindig örülnek, és örülünk egymásnak. A bátaszéki székely kórus bukovinai dalokkal lepte meg a szépkorúakat. Vékony héja van a veres hagymának, gyenge szüve van az édes anyának, édes anya, gyenge szüve meghasad. A lánya babájától elmaradt. Mi is készültünk egy kis apró ajándékkal, amelynek egy része szintén egy kis édesség volt, illetve még készítettünk egy kis palackost, tehát az ő részükre egy kis verses üzenettel. Én azt érzem, hogy amikor bejövök közéjük, akkor én nagyon-nagyon feltöltődöm az ő tapasztalatuktól, az ő bölcsességüktől, az ő szeretetük,
eszköztől, amivel így körülvesznek bennünket, és mi ezt igyekszünk viszonozni részükre, de hát nem tudom, vagyis azt gondolom, hogy azért ők is érzik, hogy mennyire szeretjük őket, és nagyon fontosnak tartom azért ezeket a jeles napokat, de én akkor is azt gondolom, hogy az év 365 napján kell róluk megemlékezni, illetve szeretetünket, tiszteletünket és megbecsülésünket kifejezni feléjük. A legjobb a világon tudni azt, hogy nem vagyunk egyedül, hogy van, aki gondol ránk. Én így érzem.